Ja, mindig szép megyek itt a Zebra ABC-ben, a Istvánon, bazd meg a boltoson. Bemegyek, jó, sör kell, ez az izé, 26 euró. Kettő hideget, többi meleg legyen, jó van, addig az lehűl, amíg megiszod. Ezt így megemlítettem, hogy fú, nekem most küldtek házi pálinkát. Csomagba hozzak majd kóstolót. Ó, simán, izé. Van valami kis flaskád üveged? Nincs, mindig kirobjuk az üveget, hanem visszaválthatósak ezek a, mit tudom én, ilyen műanyag palackok, meg két deszis vodkás üvegek. Jó van itt nekem, várjál, ebbe jó lesz, ebbe hozzá, tudod, ez mindig kell, vész esetre egy üves palack. Nekem egy ilyen lapos kis flaska van, és a kocsi ülés hátuljába, tudod, a zsebbe tele van házi pálinkával, egy éve nem is nyúltam hozzá. Mert mondom, ha baleset van, akkor fú, tudod, vér van olyankor, meg minden, meg szétment a kocsid, akkor legyen mit inni. Aztán jön a rendőr, a szondáztatás, hogy nem-e alkohol miatt volt a baleset, hol bizonyítja, hogy nem utána ittam meg, hogy fú, mert ideges voltam, ha nem. Ha kell, le is videózom, bazd meg, hogy látjátok, most iszom, miután megtörtént a baleset, látod? Tudom, ezt az és pont nekem mondja videós. Tudod, látod, már rég a kocsi megtörtént a baleset, ez még egy bontatlan HP. Ideges vagyok a vértől. Szóval nem az alkohol miatt, szóval nem izé részegvezetés miatt történt a baleset. Lol. Amúgy a műsorokat, a videókat ugye ti alkotjátok. Ezt is páran tudják, csak ugye akik úgy írják e-mailbe, hogy vágják ezt, hogy ugye itt van egy egyfajta statisztika. Hát én csak megnézem, na melyik videóra jött a legtöbb nézettség ebben a hónapban. Megnézem, na akkor ilyen témájú videók kellenek a jövő hónapban. Ilyen egyszerű. És látszik, hogy olyanokat néznek, hogy ugye buzi tutoriál. Szóval ilyen polgárpukkasztó izé. Most is csináltam tegnap, vagy tegnap előtt, ma nem is tudom, tegnap előtt négy improvizáció zenét, mikor letöltök valami alapot a YouTube-ról, amilyen free instrumentál, azt akkor meg se hallgatom, csak egyből bekapcsolom Sony Vegasba, alsó sávon megadok neki egy hangsávot, amire beállítom a mikrofont, azt nyomom rá. És akkor ebből lett ugye a kocsma zombi, a net zombi, a nokedli zombi, meg a Meyer zombi. És nekem a nokedli zombi tetszik a legjobban, szerintem ott lettek a legjobbak a poénok, a kifikázás, a rím, meg mit tudom én, meg a ritmusa. De mégis legtöbben azt írják, hogy a net zombi a legjobb, a legjobb. Ha milyen statisztikát von le ebből az ember? Abban mi volt? Szídom azokat, akik jaj, diszlek, jaj, hülye vagy, jaj, ez a videó, szar, ez a... Szóval a net hülyéket, a trollokat, ahogy ti hívjátok. Bár sokan mondják, hogy a troll az nem, az a troll az normális ember, az észszerűen viccelődik. Hát innentől kezdve miért csináljak olyan zenét, mint mondjuk a Földnek sóhaja, ami úgy igényesebb, vagy a Tekeri, ami most volt, jó, arra is írták sokan, hogy tetszik. De e-mailben, hogy hú, nincs megerezim, hú, nagyon jó lett ez, hú, mindenki a net zombi. Én még azóta se hallgattam vissza, mert egyszer meghallgattam, jó. Szóval nem azt tartozik a kedvenceim közé az improvizációs tegnap előtti zombi zenékből. Szóval itt ti alkotjátok, hogy mi van. Szóval utána legyen az, hogy Hörbi ilyen beteg, elme, bajos, meg bassza a hűtött, ti akarjátok ezt. Én csak nézek, mint itt egy stat, egy gombot nyomok, és így van egy ilyen izé. És ahol a legfelül van az izé, tudod, a csúszka, oda ráviszem az egeret, kiírja a dátumot. Megnézem a videó kezelőbe utána, ugye itt vannak a dátumok, április 16, április. Megnézem, hogy azon a napon milyen videók kerültek fel. És mindig valami ilyesmi van. Ja, kurva anyját mindenkinek, rohadjatok meg, buzi mindenki. Szóval mindig, ahol tahó vagyok, meg ilyesmi. Az, ha normálisság van, vagy elbeszélgetni valamiről, vagy kreatív dolog, egy tutoriál valamiről. Semmi nézettség, semmi. Akkor mi a fasznak csináljam, érted? Szóval itt mindenki magának köszönheti azt, amit lát. Ennyi. Szóval van, akinek azt tetszik, mikor komoly vagyok, és akkor így nosztalgiázgatunk, meg elmélkedünk, meg filozofácián. Cian. Valakinek az, amikor agyfasz van a konyhában, meg hülyéskedés.
És ez nem rajtam múlik. Tényleg most is nézek egy statisztikát. Elemzés. Ugye többféleképpen lehet nézni, hogy hányan tetszikelték, hányan diszlájkolták. Na mindegy, ugye a fő lényeg mindig a videósoknak a megtekintések. Most be van állítva, hogy utóbbi 30 nap. Fing kollekció. Érted? Nekik ez kell. Második, buzi tutoriál. Harmadik, Herbian Szefi heti kettes. Jó, hát mondjuk ezt nem nézem, mert hát nem itt lakik Szefi, nem tudok vele mindig állandóan videót csinálni itt. Legyen jó kedved kettő. Amikor el van torzítva a fejem, és semmiről nem beszélek, semmi üzenete nincs a videónak, csak én, amikor a boltba mentem, elfejtettem a tejfölt. Buzi tutoriál is ilyen, hogy buzik, a fing az ügye. Fing. Szóval eddig nem volt olyan videó, ami értelmes. Jó, hát Szefi fel egy értelmes videót csináltunk, de az azért nagy nézettség, mert végre együtt vannak a híres konyhába. Következő Herbie and Pinky Galactic Dance. Hát ugye, nokedlik, jó, benne van egy nő, borítóképpen látok egy lányt, már nézem is. Ugye ez így volt a következő pont. Gyerek rajzos kelés. Az is annyi volt, hogy megmutattam a táblán, hogy a gyerek rajzolt egy vidámparkot, vagy mi volt, de a borító képét pont az sorsolta ki a YouTube. Emlékszem, hogy Diával elkezdtünk, és akkor már ez egyből mennek fel, hogy hú, valami szex van, vagy hú, mi ez. Utolsó, Steve és én, kettő, az első csákány. Szóval itt mind ilyen fingok, buzi vagyok, jókedv videó az, amikor retardált vagyok, Galactic Dance, hogy nő van benne, itt a vége felbaszott, azt el is felejtettem, utána ez van, ez ugye polgárpukkasztás, hogy mindenki dögöljön meg, az közben a végén mondtam, hogy jó, április 1-e volt, ez csak egy átbaszós videó, gyerekrajzos kelés, nő van a bélyegképen, szóval nincs itt a havi, mi ez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A havi top 10-be nincs olyan videó, amiben értelmesen viselkedek. Szóval, hogy filózunk valamiről, megbeszélünk valamit. Akkor kérdem én, mi a fasznak csináljak olyat? Érted? Nem éri meg, akkor minek mutassam azt, hogy hogy kell pókhálót csinálni, vagy hogy kell papírkrépert, vagy bármi. Hogy kell 20 szót megjegyezni, memóriafogas. Szart se ér, mert ugye a videósoknak nem titok. Bárki, még aki most írja is, hogy mi nem, a videósoknak az a lényege, hogy ilyen kultúrát, normális dolgot adjon elő, amiből mindenki tanul. Nem, ez bármelyik videós megmondja, a nézettség a lényeg neki. És kész. Amit megnéznek öten, olyat nem nagyon csinál legközelebb, amit megnéznek 20-an, olyat legközelebb is csinál. Ez ennyi. Plusz van az, hogy néha, most ehhez van kedvem, csinálok egy ilyet, de fel is töltöm. Ezt akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem. De a statisztikát néz, és mivel mint egy TV adó, olyan ugye a YouTube. Szóval vannak rajta műsorok. Itt ez a lejátszási listák. Szóval ugye mondjuk, vegyük a nagy Szent csatornát, RTL Klub. Mi van rajta? Barátok közt, meg Való világ, mit tudom én mik. Szóval van maga egy adó, az ugye egy YouTube csatorna. Vannak rajta műsorok, Barátok közt több rész, Való világ több rész. Ugye a csatornákon belül is van a lejátszási listák, nálam ugye Baromi Family, tutoriálok, Steve és én, ilyesmi. Szóval vannak az adások magán a csatornán belül. Szóval YouTube az egy ilyen online TV adó, csak itt nem azt kapcsolgatod, hogy TV2, RTL Klub, Discovery, Comedy Central, hanem azt kapcsolgatom, hogy Grazor, Szefi, Totó, Isti, most csak így nézem, akikre én fel vagyok itt iratkozva, Goodline, izé. Szóval ezek között kapcsolgatok, és hogy épp milyen műsort csinált.
Szóval, hogy hú, lehet, hogy Good Light egy barátok között csinált, hú, lehet, hogy Grozor egy való világot, amelyik adáshoz épp kedvem van, azt megcsinálom. Vagy mi, megnézem. Na, már a videó sok ártka, hogy csinálom, nem nézem, hanem csinálom. Ez olyan, mint a szex. Szóval valaki, jaj, itt a porna, ott a porna, figyelj, a profik nem nézik, csinálják. És akkor itt legalább van választásod. Szóval nem az, hogy tévében az van, azt kész, más nincs, kapcsolgatod az adókat, de mindegyik adón az a műsor megy, ami épp megy. Itt legalább tudsz választani, hogy milyen műsorhoz van kedved, melyik csatornán. Sőt, reklám nélkül, már még nincs megszakítva, hogy kedves nézőim, adásunkat megszakítjuk, vegyenek per volt. Felugrik az a kis reklám, de X, nem? Hát de... Vagy ha annyira zavar, akkor letöltöd bazd meg a keepvid.com-on, azt akkor úgy nézed, azt akkor nincs benne. Vagy raksz fel ilyen reklám blokkoló programok, na mindegy, ez megoldható. Szóval ennyivel jobb, mint a tévé. És még annyival is jobb, hogy nem ilyen megrendezett szarságok, hanem a való világ is, ugye már, ezt már megbeszéltük, hogy ilyen, az is ilyen megrendezett, mit tudom én, meg forgatókönyv van nekik, hogy most csúszszam már bele véletlen a medencébe, meg én. Tudjátok, ki kerültek ilyen videók az Encore-ra, ilyesmi. Aztán két nap múlva már ott volt egy piros kiírása, hogy tilos feltölteni egy való világ videó, bakikat, kettő, szóval már látszott, hogy már perelték őket, hogy jaj, lebuktunk, na mindegy. A lényeg, hogy itt van választásod, kettő, nincs reklám, három, kábel tévére fizetsz, itt nem fizetsz érte, geci, szóval még panaszra sincs igényed, igényed lehet, de a műsor vezetője jogában tartja azt, hogy téged bannol, vagy töröl, vagy leoszt, vagy kifikáz, vagy felrak, vagy bárhova, hogy ez egy hülye. Mert ugye itt az van, hogy nem muszáj nézni, hisz neked egy forintotba se kerül. Mint hogy mi most beköttettük nemrég a kábeltévét, mert még életünkben nem volt, se diának, se nekem semmi, azt neked se volt a családodban ilyesmi, nekem se, köttessük már be. És akkor most, ha a Digi mondjuk szó nélkül egy e-mailt nem ad meg, semmit nem csinál, és leveszik a Discovery-t, akkor mi bemehetünk panaszkodni, mert ugye havi 5000 forint, azért fizetjük, hogy legyen Discovery-t, meg levettétek szó nélkül, ha tudjuk, nem fizetjük be az előző havit. De ugye a YouTube ingyenes. Szóval nincs ok panaszra. Panaszkodni lehet, de azt, ha az adott csatornán lévő műsorvezető, aki azt a videót csinálja, bannolja azt az illetőt, vagy hozzászól, hogy a dögölj meg, az az ő joga, nem? Amit ebből ki akarok hozni. Van ez a nagy téma. Most valaki odaír egy videó alá, ez egy szar. És valaki odaírja, hogy csinálj jobbat. Meg anyád a szar, meg izé. Na már most, aki odaírta, hogy ez egy szar, azzal mi a helyzet, azzal az emberrel, azzal a hozzászólással? Van az, hogy igen, akkor miért nézed? Vagy van az, hogy hát szólás, szabadság, neki nem tetszik, odaírta, hogy szar. Az A verzió a jó. Mert magamból indulok ki. Hát miből induljak ki, ha nem magamból? Kis Bélából a téren, aki rúgja épp most kapufa. Kapufa! Na. Én elindítok valamit, mit tudom én, Grazor, Borne, Tomb Raider, ilyesmi. Úgy vagyok vele, hogy fú, én is már mióta csinálok Tomb Raider videót, mondjuk még nekem nincs is, az bazd meg, ó, ellopta így ezzel az ötletem, most nyomok egy dislike-ot, meg odaírom, hogy anyád. Nem tehetem meg. Miért? Mert annyi, hogy most csinált egy mi ez Tomb Raider videót. Nyomok egy bekket, bazd meg a böngészőbe, megnézem a következőt. Fel vagyok iratkozva ő rá is. Indonéz csaj gitározik, magyar. Saatnya berlalu, biarkan dia pergi. Na, ez tetszik. Nyomok egy lájkot, meg aláírok, hogy nagyon jó, nagyon tetszik. Most, ami nem tetszett, odaírtam valamit? Nem. Elmentem onnan. Mert lehet, hogy pont olyan állapotban voltam, hogy most nem tetszik. Lehet, hogy holnap már fog tetszeni egy Tomb Raider videó, de most olyan állapotban vagyok, hogy inkább hallgatnék egy kis ilyet. Most nincs kedvem gameplayezni. De ezért sértsem meg
annak a csatornának, annak a műsorvezetőjének azt a műsorát, és azon is belül azt a részt, és azt a videót azzal, hogy dislike meg kurva anyád, és akkor ez egy kicsit őjezem beforog ilyesmi, mert tudja, ezt nem nehéz felfogni, hogy az embereket meg lehet sérteni. Csak azért, mert épp olyan kedvem volt. Hát ha rossz kedved van, bazd meg, akkor elmész onnan, azt nézel olyat, amitől jó kedved lesz, és nem írsz semmit. Ennyire egyszerű, mert ezt egy nagyon okos ember mondta. Ha valakinek problémája van veled, az nem a te problémád, hanem az övé. Szóval azt tartsa meg magának, nem kell átvonzani másra, nem kell átküldeni másra negatív hülyességet. Az a te bajod, ha nem tetszik, és akkor nem nézed, nem írsz semmit, nem csinálsz semmit, olyasmit nézel, ami tetszik. Azoknak van igaza, akik ezt írják. És van, hogy engem is fikáznak más YouTube-osok, hogy hú, mennyit törődsz a hülyékeize. Nem, én akkor is kiállok emellett, mert magamból indulok ki. Nekem olyan nincs bazd meg a YouTube-on, hogy ott egy Flór Tomi videó, és aláírom, hogy ez egy szar zene. Nekem olyan van bazd meg a hírcsatornámban, hogy ott egy Kis Pál vagy egy Carbon Fools zene, és aláírom, hogy ez egy jó zene. Szóval eleve miért hallgassam, ami nem tetszik? Csak hogy odaírjam, hogy szar. Mert szerintem majd ettől ő abba hagyja? Vagy mások így rám néznek, hogy Hörbi odaírta, hogy szar, igazad van, nézd, és akkor jobban alszok, hogy más is igazat ad, vagy ez mitől van? Szóval ezeknek kussa neve, ezért van a Nokedli Vadászat Klub Kombó cucc. Bárki, aki hülye, negatív, szar, azt küldjétek el nekem, az bon. De én portálomon nem lesz ilyen fasz. Akinek nem tetszik, ne nézze, ez tényleg egy ilyen egyszerű szabály. Régen annyi videóm volt erről, jött is a fika, hogy mi, hát a közönségből lesz, már nézik a videó, hogy akkor azt szólunk hozzá, amit akarunk. Nem. Nekem ez egy privát csatornának indult, ahol én elmondom a magamért, kész, tényleg, akinek nem tetszik, nem. Szóval Facebookon is most kiraktam ilyen régi képeket, ott valaki fikázott, hogy te egy köcsök vagy ilyesmi, de akkor miért van feliratkozva a Facebook oldalon? Szóval miért nyomja rá, hogy like, vagyis már nem like, már magyar, tetszik. Szóval én sem vagyok tetszikelve Flór Tominak a oldalára, hogy csak azért, hogyha majd, ha megoszt valami új zenét, akkor odaírhassam, hogy ez szar. Hanem egyszerűen nem vagyok feliratkozva, hogy ne is idegesítsem magam, hogy a falamon ott lesz egyszer egy ilyen buzi Flór Tomi, megint ilyen mizu-mizu. Most bocs, Tomi, hogy te vagy a példa, de így értik meg a Nokedlik. Amúgy tényleg holnap akkor iszunk csőt.